Ha dobsz nekem egy puszit csak a sapkában, küldök egyet én is, komolyan. Nem már. A kedvemért. Oké. Okay. Szóval nem hiszem el, hogy tényleg elküldtem. Tetszik. Na ezt nézzétek, mekkora gyökér. A szemem. VTF. Hogy veszít a hülyére? Mint egy csontváz. Hülye gyerek, azt hitt a Timi bele van zúgva. Dani, szánalmas vagy. Az egyik leggyakoribb online térben zajló zaklatási módszert mutatja be az UNICEF Hungary kisfilmje. Az egyik diák társa internetre felkerült, magáncélra készített képével él vissza. Az ilyen és ehhez hasonló zaklatásos, valamint online csalásos esetek száma az utóbbi években dinamikus növekedést mutat. Épp ezért hívta életre a megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya azt a konferenciát, ahova az oktatási és gyermekvédelmi intézmények képviselői mellett diákokat is vártak. Nagyon sok esetben most az elmúlt időszakban is az interneten keresztül fotókat, fényképeket töltenek fel egymásról, vagy éppensége nagyon gyakori az, hogy egy a barátnő barátnak elküld mondjuk egy olyan jellegű képet, amely igazándiból más azért nem tartozna, és aztán ezt követően pedig a továbbítás kapcsán nagyon gyorsan, ahogy az, ha az online térbe bekerülnek ezek a képek, ezeket már onnan nem lehet leszedni. A kompromitáló képek továbbosztása mellett pedig nőtt az online csalók száma is, akiknek a hiszékeny diákok számítanak az első számú célcsoportnak. A rendőrség 21 olyan elkövetési módot azonosított, melyek nagy számban fordulnak elő a kibertérben. Hogy minél több elkövető kerüljön rendőrkézre, nyomozó csoportokat is létrehoztak, melyek tagjai a nap 24 órájában ezeket a bűncselekményeket próbálják felderíteni. Készség szintjén kell segíteni a diákoknak elsajátítani az önvédelem, az önszabályozás kérdését is, de ahhoz csak együttműködésre fogunk tudni eljutni. Erről már a város polgármestere beszélt, aki hangsúlyozta, fontos, hogy a diákokkal együttműködve történjenek a kibertérben és az iskola falai közt történő bűncselekmények megelőzését szolgáló intézkedések. Nagyon sok a látencia, tehát hogy nem feltétlenül beszélnek róla, nem feltétlenül jön előre, és ezért kell társadalmi témává tenni, hogy egyáltalán megismerjük magának a problémának a nagyságát. Az egészen biztos, hogy létező jelenség, és az is biztos, hogy ez ráadásul a kibertér vonatkozásában kiegészült egy új technológiai lehetőség halmazzal, és ez a kettő össze is függ, akkor ez bizony veszélyeket is hordoz magával. Tegyük tényleg az asztalra, és nézzük meg szakemberek bevonásával, hogy milyen teendők vannak. A szerdai konferencia tehát csak az első lépés volt, melyet további tanácskozások és konkrét lépések kell, hogy kövessenek majd a jövőben, annak érdekében, hogy minél több online térben elkövetett bűncselekményt tudjanak megelőzni.